festő vagyok, tehát fő foglalkozásom a szabadság. Ami ugye annyit jelent, hogy azt a rémséget jelenti, hogy a feladatot én adom ki, én hajtom végre, én ellenőrzöm, mindent szabad. Egy üres vászon előtt teljes a szabadság, minden lehetősége megvan annak, hogy a világ legnagyobb remek műve jöjjön létre. Nem szokott, de megvan a szabadság. Szakmai kamaszkoromban, ugye ami a Kései Kádár korra esik, ez a szabadság ennél egy kicsit bonyolultabb dolog volt, mert egyrészt az ember őrizte a maga belső szabadságát, de ugyanakkor tisztában volt a külső nem szabadsággal. Tehát ezzel a úgynevezett puha diktatúrával. És akkor jött a 89, és akkor többet magammal azt gondoltuk, hogy na, most megvan, most tényleg csillogó szemekkel, most igazi szabadság lesz. A szabadságnak ugye a feltétele a demokrácia. A demokráciának a feltétele, hát ezek iskolás mondatok persze, a demokratikus intézmények. És ahogy teltek múltak az évek, azt kellett tapasztaljam, különösen aztán az elmúlt másfél évben, hogy mintha valami baj lenne ezzel a szabadsággal. Mármint, hogy baj lenne a demokráciával. Hogy elkezdték lebontani a demokratikus intézményeket. Ez meg nem jó. Nem jó, mert sérül a szabadság. És azt látom rémülten, hogy az embereknek egy jelentős többsége nem is akar élni a szabadságával, vagy nem tudja, hogy neki szabadsága van. Tehát, hogy visszatérnek a régi reflexek, Parti Nagy Lajos szép szavával előkerülnek a naftalinból ezek a szép szürke, késő kádárkori ruhák, amikben alá lehet merülni és ki lehet bekkelni. Édes barátaim, nem kéne alá merülni és nem kéne ki bekkelni. Élni kéne a szabadsággal. Megvannak a csatornái, most is van szabadság. Most is megvan a ti szabadságatok, éljetek a szabadságotokkal. Vissza kell állítani a demokratikus intézményeket. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, amikor éppen az a gond, hogy másnap miből fizetjük ki a villanyszámlát. De több sanszod van rá, hogy a villanyszámlát holnap kifizesd, és annak a 3 millió embernek, aki ennél sokkal nagyobb bajban van, sokkal több lehetősége vagy reménye lenne arra, hogy az a villanyszámla ki legyen fizetve, ha visszaállna a demokrácia, ha visszaállna a szabadság. A szabadságunkban állna egyenlőnek lenni mindenkinek, mind a 10 millió embernek, aki ebben az országban él. Éljetek a szabadságotokkal!